következő előadóval, ő Orosz Mihály Zoltán, aki több mint 20 éve benn van a közéletben. Sok mindent láttunk róla, tőle, videókon, Facebookon, YouTube csatornákon, de szerintem ő sokkal többet és jobban el tudja mondani magáról, hogy miket is csinál és mit szeretne még tenni. Előadásának címe: a civil összefogás lehetőségei az egészséges lakókörnyezetért. És együtt tartják az előadást Daróczi Zoltánnal, aki az ipari beruházás mellett hogyan lehet életben maradni, lenni vagy nem lenni, az egészségtudatosság lehetőségei. Daróczi Zoltán természetgyógyász, tréner, az országos vizsgálszakói és szakértői névjegyzék tagja. Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke, természetes gyógymódok baráti társaságának vezetője. 1997-től a Nemzetközi és Magyarországi Tudományos Parapszichológiai és Metafizikai Akadémia egyik vezető tanára. Mainzben hagyományos kínai orvoslás kurzuson oktató volt, 22-ben jelentek meg a publikációi, közel 100 publikáció, könyvekben közreműködés és lelki energetikai gyakorlatokkal, szimbólumokkal foglalkozik. A többit elmondja ő maga. Orosz Mihály Zoltán kezdi, és Daróczi Zoltán folytatja, illetve szimultánban fogják előadni. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Hello. Mind a ketten vagyunk, és mert általában az egyfős előadás az eléggé megszokott. Tehát a Zoltán, mind a ketten Zoltánok vagyunk. Tudják, hogy a Zoltán nevet ugye a Árpád fejedelem legkisebb fia után, Zoltán után kaptuk, mind a ketten. És hát szimultánban fogunk majd előadást tartani, ahol befejezi egyikünk, a másikunk folytatja, és oda vissza fog majd ez menni. És azt szeretnénk, hogyha önök is majd a végén kitöltenék ezt a kis időt, amíg szusszannak. És itt Zoltán itt a technikával fog majd dolgozni, foglalkozni a sajátjával, és még magamról annyit, hogy hát mint hagyományőrzőként is vagyok itt, de egészségügyi dolgozóként is vagyok itt. Így kerültünk kapcsolatba az Orvosok a Tisztellátásért mozgalommal, bár Józseffel, Józsival már lassan 20 éve van egy kapcsolatunk. A jelenlegi természetgyógyász tankönyvet is úgy én is társszerzője vagyok. De amiről most szó lesz, az az, hogy amire a magyar népi gyógyászat és a magyar természetgyógyászat, hogy épült, a vészkúrákra, a gyógynövényterápiákra, hogy Magyarország éléskamrája volt, nem tudom, hogy van-e fél Európának. Erről lesz szó, és Zoltán akkor visszaérkezett, át is adom a szót, és erre hívunk mindenkit akkor. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát nem tudom, aki nem ismerte, azt mondták, hogy magyar néhány szót magamról. Hát 12 és fél évig voltam Érpatakon polgármester. Nem tudom, hogy ki hallott róla. Tehát az Érpataki modell néven először a Hír TV adta neki ezt a címet, aztán utána igyekeztek, mikor nagyon szépen működött, és a politika megpróbálta kisajátítani. Nyilván ez a Jobbik volt, akkor a céltáblává került, és akkor a politika úgymond idézők a harcok oltárán próbálták ezt gyakorlatilag lehetetlenné tenni. Nyilván liberális oldalról se tetszett, mert 0 forint kellett hozzá ahhoz, hogy a társadalmi integráció megoldható legyen. Ez nagyon súlyos bűnöm volt, hogy ezt 0 forintból is meg lehetett csinálni, és most is látszik egyébként, még abból parazitáskodnak úgymond az utódaim ott, amit ott leraktunk, meg lefektettünk, gyakorlatilag annak látszanak még most is a hatásai. Én azt gondolom, az egy bevált, teljesen bevált rendszer, módszer volt, amit ott kidolgoztunk, és mondom, nagyon szépen működött, nagyon csodás eredményekkel, bűnözés, munkába való bekapcsolódás, munkába való visszavezetés útján, és utána, amikor ezt
nagy erőlködéssel, tehát 12 és fél éves polgármesteri tevékenységem után, tehát sikerült leváltani engem, akkor utána elkezdtem egy más típusú munkát, akkor is nagy, ilyen két laki életet éltem Nagykáló és Érpatak között, és meg mind a két helyen laktunk. És utána elindultam Nagykálóba önkormányzati képviselőnek, és ott egy körülbelül egy ilyen fél éves munka, aktív, intenzív, közérdek érvényesítő munka, ez nagyon fontos, nem szemfényvesztő, mert ma a politikusok szemfényvesztést akarnak tanulni, marketing, mindenki azt hiszi, marketing az az igazi, azt jól megcsinálják, akkor biztosan tényleg nagyon sok embert félre lehet ezzel vezetni, ezt látjuk, de én azt mondom, hogy közérdek érvényesítő munka révén ott akkor bekerültem a képviselő testületbe, és folyamatosan szisztematikusan ezt a közérdek érvényesítő munkát végezzük. Mivel nagyon sokat hazudtak rólam, ezért kezdtem el egyébként az élő közvetítést, mert ilyen nem volt más ról. Mindig, mikor elolvastam azt a beszámolót vagy cikket, akkor sose ismertem rá magamra, hogy az miről szól. És ezért volt az, hogy elkezdtem az élő közvetítéseket, és akit érdekel, akkor nyilván ezek folyamatosan vágatlanul, manipulálatlanul, tehát mindig élőbe közvetítem. Több mint 1000 ilyen közvetítés van. A nyírségi civil kontroll, régen Nagykálói civil kontroll volt, most nyírségi civil kontroll és jogvédő iroda Facebook oldalon meg lehet ezt nézni, és nyilván mi is ezen gondolkozunk, hogy hogyan lehetne külön minél élhetőbbé tenni ezt az országot, ezt a hazát, és most nyilván, hogy látjuk, hogy itt az akkumulátor, nem tudom, van, aki nagyhatalomnak nevezi, vagy akkumulátor gyarmatosítást, ahogy látjuk, én engem rendkívül aggaszt. Ja, és amit akartam, még mellette párhuzamosan folyamatosan spirituális élet is mindig érdekelt, a kinyilatkoztatások, szentkönyvek, vallások, teológia, filozófia. Épp azóta most, hogy befejeződött a polgármesterségem, egy meditáció oktató is lettem, tehát az a másik, ami még nagyon érdekel, és érdekel, hogy hogyan lehetne ezt az országot szebbé, meg élhetőbbé tenni, és én azt gondolom, teljesen más irányba kellene menni, látszik ezt most, biztos mindenki tudja már itt az akkumulátor projektek kapcsán, hogy helyette teljesen mások az adottságaink, semmilyen adottság nincs, és ez is rendkívül aggaszt, amivel fogunk foglalkozni, hogy Nagykáló meg Nyíregyháza közé most jelentették be nemrég a legújabb, Magyarország legnagyobb beruházását, a 580 milliárdból egy új, második akkumulátorgyár lesz ott Nyíregyházán. Nyilván ezzel is nagyon sokat foglalkozunk, meg próbálkozunk ezzel, hogy hogyan lehetne ezt felhívni a lakosságnak a figyelmét, megértetni vele a valós problémákat, és utána pedig nyilván valahogy közömbösíteni az országos propaganda médiának a rendkívül káros és erős hatását. Tehát ez a másik, ami engem nagyon érdekel, hogy helyi szinten mit lehet csinálni, mert látjuk, hogy gyakorlatilag a propaganda gépezetek nagyon súlyos károkat csinálnak. Régebben ezt mindig így mondtam, hogyha nagyon sokat nézi valaki a propaganda médiát, akkor attól lehet, hogy bolondá fog válni egy idő múlva, ezért nagyon vigyázni kell, de most már úgy módosítottam ezt, hogy ha túl sokat néz, akkor még agyrákot is fog kapni, tehát lehet, hogy valószínű, hogy ez az elváltozás még a sejtekben, meg a szövetekben is meg fog jelenni. Tehát én ezért mondom, hogy mi helyette ezt keressük, hogy hogyan lehetne, mi a módszer, és akkor nyilván nem tudom, hogy Zoli még akart, de én arról szeretnék beszélni, hogy nyilván mivel kevés az idő, hogy én mit javaslok, tehát hogy az aktív és hatékony, mondjuk egy akkumulátor gyárral szemben, és hogy mi az igazi megoldás, én szerintem az az igazi megoldás, hogy minél több közérdekérvényesítő és nem propagandista és nem pártcsicska, vagy pártlakály, vagy pártrabszolga, kinek melyik tetszik. Tehát ezt mondom, hogy nem ilyenekkel kell teletömni a helyi képviselő testületeket, hanem autonóm, közérdekérvényesítő, a közösségért felelősséget vállaló emberekkel. És én azt gondolom, ez az egy, ami most úgymond megoldható, mert minden sokan mondják, hogy gyűjtsünk ennyi aláírást, meg annyi aláírást, meg nem tudom micsodát, meg jöjjön ki ennyi ezer ember, meg annyi. Tehát ez, ha lehet, akkor azt mondom, én ott leszek, tehát én azt látom, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. De azt, hogy mondjuk Nagykállóba egy 10 000 fő alatti várost, egy járásközponti város, annak van egy 8 fős képviselőtestülete, meg egy polgármester, tehát 9 fős a helyi hatalom. Azt mondom, hogy azt meg lehet csinálni, hogy abba kell 5 közérdekérvényesítő ember, most nyilván azt csinálták, nyilván a kormánypárt részről, hogyha lehet, akkor tömjük tele 8 vagy 9
pártrabszolgával, és akkor az irányítható biorobotként gyakorlatilag azok asszisztálják le mindig az aktuális projekteket. Én ezt mondom, hogy ugyanúgy, hogy ők is nagyon jól tudják, hogy az ő projektjeiket hogyan lehet keresztül vinni. Én azt mondom, hogy ezt kellene csinálni, hogy a közérdekérvésítő emberek közül, most a mi 9 fős képviselőtestületünkben minimum 5 kell. Tehát én ezen nagyon sokat dolgozok, hogy győzzük meg a helyi lakosságot, hogy elég volt már a vazallusokból, nagyon jók a vazallusok, nyilván van akiknek jó, tehát akik őket alkalmazzák, azoknak nagyon jó, mert tényleg keresztül lehet vinni minden akaratot, de én meg azt mondom, hogyha van 5 közérdekérvésítő, akkor meg lehet akadályozni. Tehát nagyon sok a helyi hatalomnak azért még mindig van rendeletalkotási képessége, vagy jogköre, nyilván próbálják maximálisan csorbítani ezeket, de még mindig vannak olyan rendeletalkotási és különböző közérdekérvésítő lehetőségei, ami a legnagyobbak most helyi szinten. És hogyha ezekkel tudunk élni, akkor lehet a legnagyobb, úgymond idézőben gátat tenni a rombolás, meg a pusztítás elé. És nyilván ez az én megoldásom, nyilván mindenkinek van elképzelése, hogy azon kell dolgoznunk, hogy legyen a helyi képviselőstöbben 5 képviselő, aki tudja a dolgát, és ennek megint jön a következő kérdés, hogy hogyan fog az 5 képviselő oda bekerülni. És ezzel kapcsolatban szoktam mondani, hogy nyilván azt látjuk a pártoknak a propaganda rendszerét, és nyilván azt látom, hogy a civilek nagyon sokszor meg akarják tanulni, lemásolni, hogy ők is olyan jól tudjanak Facebook posztot csinálni, meg ők is tudjanak úgy hazudozni szemrebbenés nélkül, meg ugyanúgy tudjanak falkába verődni, meg ugyanolyan kegyetlenek legyenek, és akkor azt gondolják, hogy na ezzel aztán majd meg lesz oldva a probléma. Én azt gondolom, hogy nem ez kell, hanem amit már mondtam, hogy helyi valós problémákat kell felvállalni. Tehát helyi valós probléma, mondjuk jelen esetben mondjuk az akkumulátorgyárak környezetszennyezése és a helyi csapadékvíz, szennyvíz, rengeteg probléma van, szemétszállítási problémák, korrupciós problémák, közérdekadatok eltitkolásának problémája, stb. Nyilvánosság hiánya, tehát ezeket a problémákat fel kell vállalni, és én azt látom, hogy most kezdődött el ilyen 4-5 év után, hogy már mások ismerik, hogy ezeket a problémákat élő közvetítések formájában, vagy videók formájában tálalják a helyi lakosság irányába. És ez egyébként, hogyha valós problémákkal foglalkozik valaki, ez is ugyanolyan szimpatikus, mint amikor a szemfényvesztés tudományát próbálják a lakosság torkán letolni minden ostobaság esetében. És én ezt mondom, hogy ezt kell csinálni, meg kell ragadni a helyi problémákat, azokkal az egyik irány az, hogy mindig a valós információkat meg kell próbálni beszerezni, tehát közérdekű adatigénylések esetében kér, vagy hadházi Ákos is állandóan ezt csinálják, aki kikérik a minisztériumoktól, vagy az önkormányzattól, vagy a jegyzőtől, stb. Azokat a pontos adatokat, amik a problémával kapcsolatosak, és abból elindulva, azt nyilvánosságra hozva, utána abból megint el lehet indulni újabb irányokba, mert kiderül abból sok minden, és akkor ezeket, én azt mondom, hogy ezek a valós közérdekérvényesítő munkák, és ezen keresztül lehet elindulni, és hogyha ezt látják, hogy valaki ezt tudja, tehát van ilyen közéletbeli ismerete, hogy tud közérdekadatokat kérni, felmeri vállalni, egy videóba elmeri mondani, ha kell, akkor mer konfrontálódni, akkor én azt gondolom, hogy ennél szimpatikusabb dolog nincs. Én ott is, amikor én mondom, ezt egy fél éve kezdtem el a választások előtt Nagykállóba, és látszott, hogy azok, akik majdnem 3 szavazattal maradtam, hogy én kapjam a legtöbb szavazatot a képviselőt, és én nem vettem, nem adtam krumplit, nem adtam birka, húst, nem adtam tollakat, ceruzákat, nem adtam semmit, ezek mind ezt csinálták. És azt mondom, hogy és nyilván így bekerült, hogy még most is maradt egy ilyen fideszes párcsicskából álló többség, nyilván meg is mutatták, rengeteg rombolást csináltak, de majdnem a felét már sikerült kiszorítanunk a képviselőtestületből, és én bízok benne, hogy a közérdekérvésítő munkát, amit megismernek már a lakosok helyi szinten, meg megismernek azok, akik aspiránsok, tehát szeretnének képviselővé válni, hogy ezekkel most, a mostani választáson
az nagyon szép eredményeket fogunk tudni elérni, hogy ki fogjuk tudni szorítani ezeket a lakályokat, ezeket a vazallusokat, akik valójában látszik, amikor előjön egy hirtelen egy spontán téma, nem tudnak semmit csinálni, mert ebben nem lettek eligazítva, akkor mindig zavarban van, akkor mindig szeretnék levenni a napirendről, mindig szeretnék majd máskor tárgyalni a problémát, mert nem tudják, hogy az őket irányítóknak mi a vélemény, hogy mit szabad mondani, mit nem szabad mondani. Én azt gondolom, hogy ezt már szerintem minden településen látják ezeket a jellegű problémákat, én azt gondolom, ez egy rákfenéje a mostani magyarországi közéletnek, és ezt kellene lecserélni. És hogyha ez sikerül, akkor szerintem nagyon szép eredményeket fogunk elérni. Ezzel kapcsolatban mi egyébként megkezdjük, szerintem szeptembertől a képzésünket fogunk csinálni önkormányzati tudással kapcsolatban nagyon fontos elméleti és gyakorlati oktatást. Hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen látjuk ilyen csoportban, lesz ilyen Facebook csoport, ahol bármilyen kérdést lehet feltenni, abban segítünk nekik, és havonta egyszer próbálunk majd szervezni képzéseket, ahol pedig szisztematikusan fogunk dolgozni. Egyébként még azt mondta Bene Gábor, hogy valószínűleg ők is a másik nap lehet, hogy fognak csatlakozni a Szent Korona tannal kapcsolatos ismeretekbe, azt is nagyon örülünk, és akkor lehet, hogy két napos lesz így ez a képzés. Tehát ezt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez kell még, hogy adekvát tudással is fel kell szerelkezni, és akkor magabiztosabbak lesznek ezek a képviselők, és akkor utána pedig a közérdeket tudják érvényesíteni. Mert most is látszott egyébként, hogy mindig most a aktuális polgármester, aki nagyon méltatlan, lát, most jönnek rá, hogy amikor mindig, amit kitalált, mindig mindent megszavaztak a képviselők, de amikor mondjuk most is volt az, hogy a strandot már úgy szerette volna, hogy bezáratni, mert nem tudom, látszott, hogy volt 5 képviselő, azok is a kampány miatt, de 5 képviselő mert ellene szavazni, akkor muszáj volt kinyitni. Tehát én csak ezt szeretném mondani, hogy a képviselő testületen múlik nagyon sok minden helyi szinten. Tehát ezt kellene nagyon tudatosítani, nyilván a polgármesteren is sok minden, de a képviselő testület nem engedélyez neki valamit, nem teszi lehetővé, akkor azt nem lehet megcsinálni, és ugyanígy az állam irányába is nagyon sok dolgot lehet úgymond akadályoztatásképpen előírni, és azt gondolom, ezen az úton kell menni, meg én azt látom, hogy amit próbálunk majd Nyíregyházán is csinálni, hogy mindenképp létre kellene hozni már minél előbb egy szakmai stábot, ahol mondjuk az akkumulátorgyára kapcsán a működési engedélyeket, a használatba vételi engedélyeket, minden ezeket át kell vizsgálni, mindent meg kell fellebbezni, mert ott pont Nyíregyházán volt egy barátunk, aki minimális szinten csak átnézte ezeket az engedélyeket, és olyan szintű ellenmondások, olyan szintű hamisítások vannak benne, mert nyilván azokat nem érdekli. Tehát azokat az érdekli, hogy mondjuk a kamion forgalom kapcsán mondjuk ezek az engedélyekben, ahhoz, hogy mindig azt nézik, hogy jön a határérték alá. És akkor ahhoz, hogy a határérték alá jöjjön, akkor írták, hogy a napi kamionforgalom, mit tudom én, 6 óra, annyit kellett írni, akkor úgy került a határérték alá, 15 oldallal odébb, meg már ott még, mit tudom én, engedte a adatot, meg már beírták a valós, hogy napi 12 óra. És akkor kérdezi ez a srác a követvédelmi felügyelőség vezetőjét, hogy ez miért van itt, hogy ilyen ellenmondások vannak ezekben az iratokban, hivatalos iratokban, hát nem tudják, majd javítják. Tehát ezt mondom, hogy én azt gondolom, hogy a másik út pedig ez, hogy mindent, amit lehet, ezek a felkészült helyi képviselők, meg közérdekérvényesítők a jogi úton is próbáljanak meg, ha lehet, akkor mindent felülvizsgáltatni, kivizsgáltatni, megfellebbezni, stb. És azt gondolom, hogy ez az, amivel legjobban lehet segíteni a helyi ügyeket, meg a másik az, hogyha ez mindig kommunikálva van erről való információ, akkor nyilván a lakosság szemébe is ez egy rendkívül pozitív dolog, és akkor úgymond népszerűvé, mert mindig ez a legfontosabb itt a képviselő, hogy hogyan lesz ő népszerű. Én azt mondom, hogy kezdjen el dolgozni, és a valós adekvát munka révén el tud majd arra népszerűségi szintre jutni, hogy bekerül a helyi képviselőtestületbe, és utána pedig nyilván utána pedig meg kell kezdeni a nagyon fontos munkát. És még egyet akartam itt a pártokkal kapcsolatban, mert mindig felmerül, hogy a pártok, hogy jók, vagy nem jók, vagy hova, vagy kell összefogni vele, vagy nem kell összefogni. Nyilván én nekem nagyon sok tapasztalatom van egyébként sajnos a pártokkal mindenfélével. Azt mondom, hogy és azt látom, hogy a pártoknak a legnagyobb bűne, pártrendszernek az, hogy a
társadalom megosztásnak a létrehozói, meg a fenntartói. Mert nyilván mindig kitalálják az aktuális ideológiát, amivel egy csoport érdeket képvisel, és valójában nem akar kompromisszumra lépni, hanem a másik farkát, a másik farkas farkát le akarja tolni a pályáról. Tehát ez a lényeg, hogy azt a másik csoport érdeket ki akarja szorítani a közéletből, és valójában ezért éri azt el, hogy gyakorlatilag a gyűlöletet létrehozza, meg fenntartja. Ezt szoktam ott Nagykállóban is mondani, hogy ez elképesztő. Voltam fenn, mikor ott még az érpontaki modell kapcsán, még ott még a Jobbik vonalán, vonagábor oda hívott engem, és láttuk, hogy ott ilyen kis kerekasztaloknál a büfében a DK-s, meg a Fideszes, meg a nem tudom, Jobbikos, meg nem tudom, ott bazseváll, ott beszélgetnek, megbeszélik, hogy most milyen pályázatot lehet beadni, melyik álcivil szervezet kell indítani, hogy kapjon kocsit, meg kapjon beruházást, meg tehát ők ott röhögnek, Nagykállóban, meg a Fideszes, meg a DK-s el akarja vágni egymás torkát. Hát egyszerűen, jó, ezt lehet csinálni, mondtam, aki ezt szereti, jó étvágyat kívánok neki, csak én nekem már ebből elegem van. Ez az egyik nagyon súlyos bűne, tehát ez a társadalom megosztás. A másik nagyon súlyos bűnük, amiket, mert mindig mondják, hogy mi a bajom vele, az, hogy a kontraszelekciót megcsinálják, mert a párt az egy totemisztikus, hierarchikus szervezet. Van egy totem, most teljesen mindegy, Orbán Viktor, vagy Torockai László, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Dobrev Klári, teljesen mindegy, ahhoz társítanak egy ideológia szerűen totemisztikus ideológia, és ehhez keresnek a pártok vazallusokat, propagandistákat, nem önálló gondolkozó embereket, hanem olyanokat keresnek, akik az aktuális totem ideológiát megfelelő módon fogják propagálni, megosztó, ha sokszor megosztja a Facebookon, akkor nagyon jó, akkor már lehet belőle, ha még elkezd a Facebookon torzsalkodni mondjuk a Fidesz mellett, akkor még lehet, hogy már lesz belőle már pártelnök is egy helyi szervezetben, vagy akkor már lehet, hogy akkor a feleségén keresztül kap egy kis támogatást, de ugyanez van, teljesen mindegy, hogy mindegyik vonalon, és ezért mondom, hogy a pártok másik súlyos bűne, hogy létrehozták a közéletbe és fenntartják a kontraszelekciót. Mert meg kell nézni, hogy a közérdekérvésű autonóm civileket az gyűlölik legjobban. Tehát mondjuk az én esetem is ugyanilyen volt, hogy mikor felmerült az, hogy Vona Gábornál merült fel, hogy engem indítsanak országgyűlési képviselők, és akkor ott a pártot irányító Szabó Gábor félék, stb. Azok meg mondták, ajánlózna még, hát persze, mert nem lettem volna engedelmes szolga, engedelmes vazallus. Én értem, hogy nekik ilyenek kellenek, de én meg azt mondom, a közéletben a civileknek utat kell törni maguk számára. És amit akartam még mondani, hogy a mi úttörésünk még az, rögtön is még egy, hogy a megyei közgyűlésekbe egyesületekként is be lehet jutni. Tehát nem csak pártokként, tehát egyesületek színeibe is be lehet jutni, és ezért mondom én, hogy mi Nyírségi Civil Kontroll Egyesületként megpróbálunk majd bejutni a megyei közgyűlésbe, és nyilván ott is úgymond a közérdek érvényesítés talajára lépni. Tehát én ezt mondom, hogy a civilek kérjenek maguknak utat, meg kérjenek maguknak helyet, és ne a pártok, mert látom egyébként mondjuk itt a zseniális munkát végeznek a Mikepécsi anyák, nem tudom, most itt vannak, biztos itt vannak, meg jönnek, de őket is igyekszik a pártpolitika felszippantani, de ha lehet, akkor nem kell, ezt nem kell ennek engedni. Ők hadd csinálják a saját kontraszelektált bagázsukat, és azzal torzsalkodjanak ott a közéletbe, de engedjenek nekünk is helyet, és engedjenek nekünk is teret. És én azt gondolom, hogy ezen kellene, hogy dolgozunk, mi ezen dolgozunk, hogyha bárkit érdekel, nagyon szíves itt leszek vasárnapig, aki szívesen beszélgetünk erről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és átadom Daróczi Zoltán barátomnak a szót. Köszönjük szépen. Nyugodtan maradj. Jelképesen is inkább egy zöld zsinóros mikrofont fogok. Nem harcos vagyok. Gyógyító vagyok. És a népi gyógyászat és a természetgyógyászat egyik hazai képviselője. És hát ugye látják az ő alkatát, ő egy tüzes alkat. Én más vagyok. De azt keressük, ami összeköt bennünket. Nem azt, ami szétválaszt. És azt szeretném, hogyha ez úgy átmenne. Átmenne az, hogy gondolom ma már reggeliztek, igaz?
ebédeltek is. És tudatosodna önökben, hogy amiért én most itt vagyok, és nem a rendelőmben, az az, hogy a szomszéd országban többek között azért a minőségű földért, ami Debrecenben, a környéken van, a hajdúsági lösszát, hogy tudatosodjon önökben, hogy ez az ország termőterületének alig 20%-a. Európa termőterületében nem sok van ilyen, ahol most túl a háború, és nem tudjuk, hogy hány év kell majd a mentesítésre. És itt maradt. És ne értsenek félre, felhoztam én is ezt a laptopot. Akkumulátor ketyeg benne, meg az önök órájában, meg mindenütt. Tehát nem az akkumulátorgyár ellen vagyok, hanem az, mint ahogy a terápiában, mindig vannak alkati jellemzők. Ez az alkati jellemző, ahogy a Milton is mondja, egyik szőke, a másik barna, a harmadik csodaszép. És úgy kellene megtalálni azokat a lehetőségeket, ami mindenkinek a legjobb. Na most Magyarország, utalok vissza. Tudják-e, hogy Európában nálunk adták ki először a gyógynövényekről szóló könyvet, Kovács után? Tudják-e, hogy annyi gyógyvize volt, van, azért mondom így félig meddig a voltot, mert egy nemzedékkel ezelőtt jóval több volt. A név maradt, a víz elfogy, és elfogyó félben van. És tudják-e, hogy ez a hajdúsági lösszhátra, ahol lassan eléri a 2000 hektárt, amit nem egy-két évre vonnak ki a termelés alól, hanem az unokáinktól vonják ki a termelés alól, hogy hány ilyen növényt, tápláléknövényt, a virágos kertjükbe hány növényt lehetne ott megtermelni. Hány száz családnak adnom ezt munkát, hogy ez tudatosodjon önökben. Mert úgy látom, hogy nem nagyon jut el még. Én nem vagyok a szavak embere, illetve vagyok, de nem ezen a területen. És holnap jön, aki bennem tájékozottabb ebben a témában, és úgy onnan kezdtük, hogy ez a Csernozjom típusú, talán emlékeznek el az idősebb nemzedék. A leggyengébb ott 25 aranykorona érték. A legjobb körülbelül 40-45 aranykorona érték. Ennyit vontak ki most magyarországi termőterületekből. Ez körülbelül 2000 hektár kezdi elérni, mert nem csak az üzemnek a területe, hanem a hozzátartozó bekötőutak, úthálózatfejlesztés, vasúti bekötések, transformátor állomások, raktárak. Ez szépen vonódik ki, és úgy látom, hogy erről még hiányosak az ismereteim. A másik, hogy egyre több olyan írás jön és jelenik meg, hogy ez a akkumulátor technológia hogy is van. Kérem szépen, tessenek utána nézni. Emlékeznek a CD-kre, amit betettünk, CD-lejátszókra. Körülbelül 5 éve volt az a technológia, 5 évet bírt ki. Tehát egy olyat akarunk most Magyarországra ebből a szempontból behozni, hogy tessenek kérdéseket feltenni. Hogy tényleg ez a jövő technológiája? Mert már működik ennél jóval hatékonyabb technológia. Tessenek utána nézni, hogy egy ilyen lítium-ion akkumulátor, amikor kigyullad, a tűzoltók mit csinálnak? Tessenek megkérdezni. Például most volt, hogy egy hajó a holland partoknál kigyulladt, nem sok. Alig 500 elektromos autó volt rajta. Nem sok az. Egy egész európai országon vetítve. De hogy mit tudnak vele csinálni? Tegyék fel ezeket a kérdéseket. És tegyék fel úgy a kérdéseket, hogy Magyarországon erre, ahogy a tűzoltó, itt volt az előbb a katasztrófa védelem, hogy a tűzoltóságunk fel van erre készülve. Kérdezzék meg.
hogyha kigyullad egy elektromos autó, vagy egy elektromos busz. És tegyék fel azt is a kérdést, hogy amit az adott ország gyárt, akkumulátort, amikor annak lemegy az ideje, mennyi? Régen emlékszünk, volt a Ladákban 15 évet kibír. Most mennyit bír ki? 5-öt? 4-et? 3-at? Hova lesz az? Kedves hölgyeim és uraim, az adott ország, aki gyártotta, köteles visszamenni. Hova fogják ezt elvinni? Ide, Magyarországra. Tehát egyrészt leszünk akkumulátorgyártó, mert tudomásom szerint 20x, te jobban benne vagy a valami politikában, 22-24-et mondanak. Tessék feltenni a kérdés területre. Csak Debrecen környékén lesz 4. 4. Nyíregyházán 1 vagy 2. És szerte az országban mennyi, ez hányszor 1000 hektár? Számoljanak. Számoljanak. Felírtam azt is, hogy a lítium iont fizikából lehet, hogy még van ilyen halovány emlékképük a mennyelejév táblázatból. Honnan lehet előnyerni ezeket a ritka földfémeket? A ritka földfémnek számít. A ritka földfémet bizonyos mészkőhegységekből kalciummal, magnéziummal együtt nyerik ki. Rettentő idő és pénz igényes a kinyerése. És kérdezzék meg, hogy miért települnek melegvízi forrásokra. Kérdezzék majd meg, hogy Szoboszlóról vagy Hévízről, ha emlékeznek Hévíz történetére, vissza lehet menni, hogy miért is jó az a Hévíz. Miért húznak csővezetékeket az akkumulátorgyárakhoz? Miért? Kérdezzék majd ezt is meg. Mert a mi egyéni adottságainknak számító gyógy, víz, nagyhatalmunk is vagyunk, voltunk, vagyunk. Hol vagyunk most? A gyógyvizekből is nagyon jól ki lehet vonni ezt, a ritka földfémet. Kérdezzenek rá arra is, hogy a környezetkárosítás. Mert itt nem csak annyi, hogy a terület. Például a Debrecen akkumulátorgyárról vannak olyan, amit utaltál rá Zoltán, hogy van olyan tanulmány, hogy 21 hektár. Egy másikban 67 hektár. Van olyan, ahol 221 hektár. Na most hogy van ez? És ez csak a gyár területe. Mert első ütem, második ütem, harmadik ütem. És szeretném, hogy ezt feltennék ezt a kérdést, ne nekem, hanem ha hazamennek, és a többi helyen, ahol tervezek. Aztán Debrecennek az elektromos energia igénye. Körülbelül 50 gigawatt. Ország második legnagyobb városa. Ennek az üzemnek kérem szépen 40 gigawatt az első ütemben, és 100 gigawatt, ha elkészül. Tehát nincs még távvezetékhálózat. Honnan juttatják el oda? És tegyék fel a kérdést, hogy azt az elektromos autót, amikor bedugják a konnektorba, az az energia hogy kerül oda? Hol termelődik meg? Tessék feltenni azt a kérdést. Eljutott önökhöz? Tehát én töltöm a laptopot. Önök mindannyian töltik a telefonjukat. Rendben van. Oké. Töltjük. De azt az energiát meg kell termelni valahol. Visontán vagy meg kell venni súlyos forintokért. Miből töltődik? Tessék ezt is feltenni. A városnak a vízigénye Debrecennek 40 ezer köbméter per nap ivóvíz. Aszályos időszakban van, hogy 60 ezer köbméter per nap. Gondolják, mert sokan ugye nincs út is volt soha hálózatból, mint bárhonnan ugye jöttek. Ez az akkumulátor igény, ez van olyan, hogy a gyárnak az igénye 3378 köbméter per nap. Értik? De csúcsidőben ez 6200 köbméter per nap. Értik? Egy üzem, amikor az ország második legnagyobb városa 40 és 60 ezer köbméter között van. És tudják, hogy ez milyen víz? Na milyen víz? Mit gondolnak? Ez ivóvíz. Ivóvíz. Jöjjenek el a virágkarnevára Debrecenbe. És nézzék meg, ha van debreceni gyerekkori barátjuk, hogy a Tócó patak, hogy vajon mi van a helyén. A fancsikai víztározók, mi van a helyükön? A Vekeri tó, mi van a helyén?
ki van száradva, kérem szépen. Erdős sávok száradnak ki. Nálunk is, de nem csak nálunk, hanem az országban mindenütt. A régi kútgyűrűk 2-3 kútgyűrűvel van lejjebb. Mennyi egy kútgyűrűnek a magassága? 1 méter? 1,20. Tehát 3 méter, vagy még több. És oda. Ugye mondják, hogy ez egyrészt rétegvíz, ott van a szabolcsi kollega. A régi Tisza feljebb van Szabolcs. Onnan folyik le a rétegvíz Debrecenhez. Kérdezzék már meg. Igen? Na mondja. Ezzel kapcsolatban csak akartam mondani, hogy érdemes utána nézni. Van egy ilyen projekt, hogy a nyírségi vízgazdálkodás fejlesztése most tervezik, azt mondják, körülbelül 100 milliárdos költséggel jár. A Tiszának a nyírségbe való vezetése, mert van 10 víztározóból, 7 már csontszárazra ki van ürülve, nincs is remény arra, hogy megtöltsék, ezért gondolják, hogy a Tiszát majd ide vezetik, 100 milliárdos beruházása, és azt mondták, hogy az elmúlt 10 évben a hőmérsékletváltozás stb. Miatt 5 méterrel lejjebb ment a talajvízszint, és azt mondták, ha ez elkészül, még azt nem tudjuk mikor, meg hogy fog ez elkészülni, mind a 10 víztározó, 7 üres, az most meg lesz töltve, stb., akkor talán másfél méterrel visszább lehet lesz a talajvízszintet, ami 5 méterrel lejjebb ment hozni, akkor talán, úgy, hogyha nem változik se a hőmérséklet, az átlaghőmérséklet, stb. Tehát azt mondom, hogy, és nem tudom, hogy például Nyíregyházán olyan akkumulátorgyárt jelentettek be, hogy nagyobb beruházás, mint a Gödi plusz a Debreceni. A Gödi volt 172 milliárd, a Debrecenire, amit mondanak, 320 milliárd, ez meg egy 580 milliárdos. Tehát látjuk, hogy minimális szinten sincs átgondolva se, összehangolva se semmi, mert csak ezt arra, hogy mondjuk a nyírségben még nagyobb egyébként a víz probléma, és nem zavarja őket, látszik. Aztán van egy olyan, hogy a keleti főcsatorna. Emlékezzek, hogy mikor adták át a keleti főcsatornát. Van önök között, aki emlékszik? Az egy nagyon fontos, nagyon jó védmű volt. Kérem szépen, lehet azért nem emlékeznék rá, mert elég csúfos dátum, ez 56-ban. 56-ban adták át a keleti főcsatornát. És lehet ezért nem emlékeznek rá, mert más miatt emlékeznek 56-ban. Azóta a keleti főcsatornában nem történt gyakorlatilag nagyobb tisztítás. A védműveket, a kotrást, a medret kellene rendbehozni. És ugye a víz egy része jön a papíron létező rétegvizekből, egy része meg a el kell jönni, majd meg kell nézni a keleti főcsatornát, milyen állapotban van onnan. Na most, amikor ilyen állapotban van, amihez értek az egészségügy, ha nincsen saját élményük, nagyon jó, de szerintem nincs olyan családtagjuk, akinek nincsen saját élménye az egészségügyben, vannak fontossági sorrendek. És józanul tessenek gondolkodni, hogy a keleti főcsatornára adnak-e beruházást, vagy a vízművekre, vagy pedig a kórházakra. Ha megkérdeznék önöket, első vagy második lenne a vízmű? Az első általában az egészség, az oktatásügy lenne. Ott föl sem erül. Tehát nem tudjuk, hogy mikor lesz ez a víz. Aztán menjünk egy kicsit tovább. Ennek a gyárnak, vagy üzemnek, hogy csak a Kapiról beszélek, Szilátián, 85% a párolgási veszteség. Belegondoltak? Tehát bemegy naponta átlagba, körülbelül 4-5 ezer köbméter. El tudják képzelni? Vannak ezek az IPC tartályok egy köbméter. 4-5 ezer darab nem férne el itt az Ópuszteszeri emlékparknak a felé. 4-5 ezer darab. Naponta. El tudják gondolni? Tehát 10-10 az 100 ilyen tartály férne el, és naponta 4-5 ezer. És ennek 85%-a párolgási veszteség, úgy, hogy ebbe a vízpárába bekerülhetnek olyan anyagok, amire például az akkumulátorgyártáshoz használnak olyan anyagokat, amire magyar szabvány ugye nincsen. Hát mihez igazodjunk? És kérdezzék már meg otthon, majd, hogy abban az államban, a kínai kommunista párt, ahol uralkodik, én voltam ott tanulmányúton, az egy nagyon kemény ország, higgyék el. Nagyon tudnak dolgozni, sokkal jobban, mint magyarok. Mi el vagyunk hozzájuk kényelmesek. Egy ilyen országban 2020-ban
értékel először, hogy környezetvédelmi tanulmány egyáltalán hivatalosan benyújtottak. Akkor kezdték elérni. Kérlek szépen, ez olyan, mint a beintegrálás, emlékszünk az oktatásügyben voltak ilyenek. Tehát egy olyan szociális és gazdasági háttérből jön a vállalkozó és kivitelező, ahol 2020-ig gyakorlatilag nem nagyon volt környezetvédelmi bírságok megállapításának a rendszer. Erre gondoltam? Tehát ha egy német gyárja mérde, akkor tudom, hogy a német megígéri, megcsinálja. És most bocsánat, ne értsenek félre, mert a keleti gyógyászatot náluk tanultam, értik? És sok-sok minden náluk tanultam, ne értsenek félre. És nagyon sok barátom van. És tudom, hogy rettentő udvariasan. Minden megígér. És körülbelül megígér. Aztán még egyszer megígér. Érti ezt a mentalitást? Ő arról nem tehet, ő így van összerakva. Rengeteget tudnak dolgozni, így van összerakva itt. És nem tud pillanatok alatt megváltozni azért, mert áttesz a székhelyét ide Európába. Aztán menjünk egy picit, talán kérdezzék majd azt is meg, hogy amikor egy ipari üzem szívja a város vízművéből a vizet, akkor ott vannak nyomásviszonyok, keveredések. És ő fizet. Aki fizet, az pityettet ismerik. És akkor hogy lesz majd a lakosság? Feltettük ezt a kérdést. A reakciót ismerik, a Tivizinek az igazgatója, ugye el lett távolítva, ha hallottak volna róla, mert felvettél ez a kérdés. Kérem szépen, menjünk tovább. Közlekedés. Napi, mit gondolnak hány teherautó? Mondjanak számokat. 100. Tovább. 1000. Napi 350 teherautó. Értik? Éjjel laktak már olyan helyen, ahol... Debrecen, csak a Debrecen. Gödön már 1000. Laktak ilyen helyen? Igen. Próbálják ki. Próbálják ki. És akkor gondoljunk bele, hogy annaknak a teherautóknak az út terhelése. Amiről senki nem beszél. Hogy nagy építkezéseknél mi lesz a közutakkal? Por, zaj, rezgés és segéd. Aztán gondoljunk bele abba, hogy tűzveszélyesség. Ugye említettem a tűzveszélyességet. Hogyan lehet tűzveszélyesség? Nincs ilyen a hatástanulmányban, hogy külön tűzveszélyességi rendszerek. Külön tűzoltóság kellene erre. Speciális rendszerek. Nincsen. Gondoljanak arra, hogy 700 tonna. El tudják gondolni? Akkumulátor. Per nap. Közel 1700... Igen? Befejezem, 1700 tonna alapanyag, egyszerre egy helyen. Gondoljanak már bele. Gödi katasztrófa védelmi határozatból szeretnék idézni, csak hogy mindig mondják, hogy minden szabály be van tartva, meg ezt csatlakozik, amit mondott Zoltán, hogy milyen szinten más, hogy vannak szocializálva. Tehát mindig tölteni kell az akkumulátorokat, mire azok szépen majd használatra alkalmasak lesznek, és egy üzemcsarnokba kigyulladtak az akkumulátorok. Olyan tűz lett, hogy már a helyi belső tűzoltók nem tudták eloltani, ezért kihívták a vármegyei katasztrófa védelmének a tűzoltóit, és akkor mit csinál egy katasztrófa védelmi, amikor egy üzemcsarnokba a túltöltés, vagy nem tudom mi miatt kigyulladnak az akkumulátorok, keresi a főkapcsolót, hogy áramtalanítsa az épületet. De sajnos elfelejtették kiépíteni. Csak azon, hogy minden tökéletes, és ezért kapott nem tudom 3 millió, vagy nem tudom mennyi bírságot, és nem tudom 3 év múlva most már rájöttek, ott a Göti, Samsung, csodás, full, minden technikai feltételt maximálisan betartó üzembe, hogy kell áramtalanító főkapcsolót is beépíteni. Tehát ez valós katasztrófa védelmi határozatba írták elő nekik utólag, nem tudom hány év múlva, hogy ilyet csinál, csak azt mondom, amikor mondanak, hogy mindent betartanak, azért egy kicsit azért mondom, ilyen, mikor ilyeneket hallok, akkor az megdöbbentő, hogy... Igen, tehát megint a zöld zsinós mikrofonban mondom, tehát ez a tárolgási veszteség, képzeljenek el egy közel 30 méter magas ütőtornyot. Tudják mennyi 30 méter? Hány emeletes ez? És ez egy, oda megy ki, ott porlasztódik, és ez egy olyan üvegház hatást tud generálni, hogy télen-nyáron
ipari hóesések és egyebek. Emlékeznek, amikor volt a Budapesten ez a, hogy ilyen vörös hószerű, porszerű lepte el az autókat? Most gondoljatok el, az ritkán van. De ez gyakori eset tudna lenni. Tehát rengeteg ilyen dolog van, amit nagyon nehezen tudnánk megoldani. És mi azért is jöttünk el, nem arról, hogy a gyógymódról beszéljek, már szívem szerint arról beszélnék, amit tanultam Kínában, a gyógymódokat, mert annak is helye van. Hanem arról, hogyha mi most szólunk, segítséget várunk. Nem tudom, hogy megkapjuk. Utána, ha nem kapjuk meg, mennek oda. És mennek az önök házához, területéhez. Ha többen ismerik, tudják, hogy én méhészkedünk, a család. Több száz év, ha összeadom apám, nagyapám méhészeti tudása. Mondom kell, amikor oda költöztünk a buzogány a patakparton, mező, tücskök ugrálnak, jaj, de jó a méheknek. És gondoljanak el ezeknek a kis állatokat, hogy most nem tudjuk hova vinni őket. Na ezért vagyunk itt, hogy szóljak önöknek. Mert ez most nem történt. De holnap bármelyikükkel megtörténhet. Ezért kérem önöket, hogy segítsenek. Mert most Debrecen a legnagyobb ipari beruházás. Erről még nem tudok. De lehet, hogy még nagyobb lesz. Hogy hol lesz a vége? Nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. És ugyanakkor élelmiszerválság van, tudják, hogy hozzák be a rovarliszteket. Tudják azt is, hogyha 2%-ot nem éri el, az 500%-hoz fel sem kell tüntetni, tudják? Akkor tudjanak róla. És már eleve, ami az én terület, hogy egyre több allergiás kisgyerek van, mert régen ittuk a csatosban, mi tömtük magunkba a cukrot, a zsíros kenyeret, a sorbert dobott volna egy hátas tettől, és itt vagyunk, az a 60-as korosztály, hogy mi lesz az unokáinkkal, amikor odajönnek Debrecenbe tanulni. Mi lesz velük? Tegyék fel ezt a kérdést. Mi lesz azzal, hogy az ország termőterületei lassan-lassan elfogy? A kincseink elfogynak. Mi lesz azzal, amikor már Szoboszlót már meleg vízzel kell tölteni? Nem gyógyvízzel, vagy héjvizet. Emlékeznek, hogy télen-nyáron pára volt a héjvízi tónál? Már nincs pára. Mi lesz a gyógyvizeinkkel? És mi lesz a magyar élelmezés technológiával? GMO? Persze, lehet. Takarmány növényeket. Mi lesz a méhekkel, akik nem tudják és berepülnek ebből a ipari felhőbe? Ami ott van, egy 30 méter magas nagy hűtőtornyon lövel ki? Kérdezzék majd meg tőlük. Most méhész bújik ki belőlem, nézzék el nekem. De ha a méhek elpusztulnak, itt van legalább 4-5 méhész, minden harmadik falat étel az ő munkájuknak köszönhető. És az is, aki nincsen ő, mert a takarmány növényeket is ők hozzák be, meg aki nem húsevő, az is. És tegyék fel ezt a kérdést. Tehát nem csak mi emberekről van itt szó, hanem a gyermekeinkről van szó, mert Debrecen eleve egy lapály, ha megnézik földrajzból. Tehát eleve egy mélyebb föld. A debreceni nagy templom a Hortobágyi csárdának a földszintjével van egy vonalban. Eleve egy mélyebb föld. A mélyebb földben, mint lavorban minden összegyűlik. Gondoljanak csak be, hogy annyi rengeteg allergiás gyerek van, hogy csak emiatt, nem beszéljünk az egyéb környezeti kóroki tényezőkről, hogy rengeteg. Erre is gondoljanak be, hogy a gyermekeik ebben a városba fognak jönni tanulni. Mert a kampuszon körülbelül 20 ezer diákunk van. És ők ezt nem tudják. De tudni fogják. Tehát erre kérem önöket. Holnap itt lesz majd a Mike Pércsi anyukáknak az egyik képviselője. A Debreceni Egyetemnek a volt kémia professzora, Fábián István professzor, nem tudott eljönni, azért, mert ő már nyugdíjas és bevállalta. De nem kapott erről az egyetemen engedélyt, hogy erről beszéljen. Itt tartunk. Ugyanazt csinálják vele, mint amit csináltak a Horváth István professzorról, a MTA doktorról. Ő is. Így vagyunk elhallgatva. És tessék ezeket megkérdezni. Mindenki, ahol otthon van, és tessenek nekünk is segíteni, mert ha sikerül, ő elbukott, mondhatjuk ezt. Úgy tűnik, ő elbukott.
kerészkedik. Van olyan ismerősünk, aki örült ugyanúgy, hogy oda ment. És most hallja a kompresszorokat. Ő már elmondja. A második vérnyomás, hogy Debrecen. És ha Debrecen elvész, jönnek a kisebbek. Én Gödre azért érdemes figyelni, mert ott az eredmény, idézőben az eredmények, azok már a negatív következmények, ott már nagyon jól látható. Például a háziorvosok elmondják, hogy az elmúlt 5 évben a gyerekeknél, amit mondtál, a légúti és asztmás megbetegedések kb. 30%-kal emelkedtek. És nagyon érdekes, Kammerer Zoltán, fideszes, úgymond, első osztályú eminens lakályként, már most arról tárgyal, hogy már elismeri a Gödi Samsung gyár, hogy 4,5 méteres falat építenek nem tudom hány kilométeren keresztül körbe a gyár körül, mert már érzékelik ez az asztmás és egyéb probléma, hogy a levegőszennyezés, zajterhelés, porszennyezés már maguktól már építik ki, meg mi volt az első lépésük, meg az ígéretük, hogy erdő, ilyen védő erdőket kell oda építeni. Tehát látszik, hogy a bajok azok nagyon komolyak, csak ezért kellene nyilván minél inkább ezeket valahogy megállítani, mert ott már, mondom, már fideszes vonalon is elismerik a problémát, és látszik, hogy nem mondják, de próbálnak már annak a káros hatásoknak valamilyen mérséklő, úgymond intézkedéseket tenni, csak ezt akarom, és ez lenne jó, hogy ezeket elkerülni ezekkel a valamilyen szintű megállítás. Például mindannyian meg tudják azt tenni, én is megtettem, tudják, volt ez az elektromos bicikli pályázat. Jó kondíció. Visszamondtam. Megnyertem, és nem vettem át azt az elektromos biciklit. Volt a családban elektromos autó pályázat. Visszamondtam. Hogy legalább ezzel is mondjuk, hogy nem. Önök is meg tudnák tenni azért, hogy nem használnak ennyi elektromos kütyümütyöt. Itt egy picit nem nincsen szó az elektroszmog terhelésről, mert velünk van, okosan kellene használni. És arra szeretném hívni önöket, hogy gondolják át, hogy régen is eltaláltunk józan agyunkkal térkép nélkül, térképpel opuszszer, nem kellett GPS. A gyerek nyugodt volt és hazatalált, akkor is, ha nem volt neki ott a mókos telefon, jó? Tehát ezt el lehet, mi elkezdtük. Önöket is hívnám erre, hogy ezt korlátozzuk le, hogy kevesebb akkumulátort használjunk, mert csak így lehetne, ez az egyik megoldás. A másik lehetőség az, de ez nem az én azt mondom, az majd te azt fogod lesz Zoltán, hogy érzik a kettőnk közötti különbséget, a tűz és a másik oldal. Tehát, de összeköt bennünket az, hogy közös irányba tekintünk. És én erre szeretném önöket hívni, hogy egy irányba tekints. Előttem jó testvér ott volt a Subás, mondta a dolgokat. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk. De vannak fővonalak, és akkor ott tudja, hogy odaállok mellé. És tudom, hogy ő is ide áll, ha kérek. Ő is tudja, hogy odaáll mellé. Meg én is odaállok. Önök, ha kérjük, odaállnak? Jó. Akkor jöjjenek, és tegyék meg mindenki kövék ott. Én ezt szeretném üzenetet hozni, hogy ne legyen olyan, hogy ismerik, hogy is volt Alfé Segécské, hogy amikor vitték először a katolikus, a zsidókat, akkor nem szóltak, mert ő nem zsidó. Aztán vitték talán a katolikusokat, nem szóltak. Aztán vitték a cigányokat, nem szólt senki. A végén meg nem, akkor minket vittek meg, nem volt már kinek szóljuk. Ismerik ezt? Ne legyen. Tehát én ezt szeretném üzenetként átadni. És azt szeretném átadni, hogy mindenki a saját maga területén, mert ők megvannak arról győződve, hogy jót cselekszenek. Ő totál megvan arról győződve, hogy mondják el neki, és tegyenek fel kérdéseket. Igen? Én nem kérdezni szeretnék, csak pontosítani, 44 hát nézze, én 29-et tudtam. Már most visszavették, de igen. Jó. Na hát ez az, hogy így a... De nem egyről beszél, hanem sok torony. Igen, én most 29-ről tudok már. Lehet, hogy eredetileg 44 volt. De tudják a határértékeket is, hogy manipulálják. 86 április, emlékszel rá? Emlékeznek rá nagyon sokan? Határértékek? Április? A 86 április? Én vegyiparit végeztem, édesanyám laboráns volt a tejiparnál. Elromott a gép, szólt nekem. Hát mondom, majd ne csináld. Akkor szóltunk a műszerész, elromlott a gép. Nem. 2 hétig utasztották a tejet,
addig 4 teipari tröszt volt összeírták, szabályt módosítottak. Határérték alá került az érték. Be kellett jelenteni? Nem kellett bejelenteni. Másik például elektroszmog terhelés. Megvalósították, hogy mennyi ez Gaussban, vagy Teslában, vagy mikroszínvezben adják meg a mikrosütőknek az elektroszmog terhelését. Amióta van mikrohullámú sütő Magyarországon, 5 alkalommal módosították a határértéket. Tehát a határérték az mindig csak megállapodás kérdése és módosítás kérdése. Szeretném ezt a gyerekeiknek elmondanám majd. Jó? Tehát az elektroszmog terhelésről. Tehát ennyi a határértéket, hogy határérték alatt van a ipari víz szennyezés, a ter... Ja, a szürke víz. Tudják mi az, hogy szürke víz? Na, Magyarországon van egy ilyen elméleti kategória, hogy ipari szürke vízet próbálják majd az akkumulátorokat hűteni. Kérem szépen, az a szürke víz, amikor csak kézmosás után külön gyűjteném, egy külön ciszternába vagy aknába, van ilyen, Japánban én láttam. Meg lehet mit is rámunk csinálni, ha rászánnánk. De amikor én a fekália és a vízlet is belekerül a kézmosó vízbe, az már szennyez. Most ezt külön kellene szedni. De erre hol van ilyen technológia? Nem tudom, sok felőről jöttünk. Ahol külön gyűjtük csak a kézmosó vizet, meg külön gyűjtik ugye a WC-be, amikor lehúzom. Egy csatornában megy szinte mindegyik, és megy általában a városi védőlegbe. Tegyék fel ezt a kérdést, hogy szürke víz. Szürke vízből próbálják, de nincs ilyen irányú technológia. Nincs kipróbált technológia. Nem tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. De a papír mindent elbír. Én azt szeretném önöket kérni, hogy holnap, amikor jön a Nikepércsi anyukáknak egy képviselője, egy környezetvédelmi technikus, akkor jöjjenek, mert sokkal több pontos adatot fog majd mondani. Most hirtelen nem tudom, hogy hány órakor lesz, de benne lesz, szombaton lesz olyan dél körül, és akkor legyenek itt, és így menjenek haza. Mert ez nem Debrecenről szól, nem az akkumulátorról szól, hanem az unokái jövőjéről szól. Köszönjük szépen! Köszönöm.